ez a függetlenség. Wittner Mária az 1956-os forradalom eseményeiben az első naptól részt vett. A Magyar Rádió Ostroma közben csatlakozott a harcoló felkelőkhöz. Mi függetlenséget akartunk. Az 1956-os halálra ítéltről készült Hóhér Vigyázz című portréfilmre ma is sokan voltak kíváncsiak a Szabadművelődés házában. Gyerek voltam, úgyhogy nem sok emlékem van róla, csak inkább az, amit ugye a szülők, nagyszülők elmondtak. Kozári Mihály 78 éves, egyetemista volt, amikor úgy döntött, részt vesz a forradalomban. Mint mondja, emiatt még az egyetemet sem végezhette el, ennek ellenére ma is ugyanúgy cselekedne. Mindenütt utánam nyúltak, de ennek ellenére én úgy érzem, hogy amikor megkérdezte tőlem a pártitkár a vízügyigazgatóságon, hogy Miska, ugye megbántad, amit tettél. Szívemből mondtam neki, hogy azt bántam volna meg, hogyha nem tettem volna. Sándorfi Herta, a Szabadművelődés háza munkatársa úgy tapasztalta, ez a film megosztja a közvéleményt, mégis mindenkinek látnia kellene. Úgy gondoljuk, hogy a magunk eszközeivel mindent meg kell tennünk ahhoz, hogy kiderüljön, miről is szól a történelmi film múlt, mi is történt az elmúlt 55 esztendőben, és a visszajelzések ugyan vegyesek, és a film megosztó, és az érzelmeket erősen felkavaró, de azt gondolom, hogy ez pontosan ez a fajta dolog fog hozzájárulni ahhoz, hogy végül letisztuljon a kép, és mindnyájunkban úgy éljen 1956 emléke, ahogy ez megérdemli. 5 nap alatt több mint 300-an, fiatalok és idősek közösen tekintették meg a portréfilmet.